Voltam kórházba, de hol lesz, már nem is tudom. És hogy apu, vagy ne, apu ne, hogy ne unatkozzon meg a feszültséget is levezesse, elkezdett futni. Vera 14 évvel ezelőtt mindössze 6 hónapnyi terhesség után jött a világra. A 940 g-os kislány születésekor idegrendszeri károsodást szenvedett, mozgáskorlátozott és autista lett. Szülőként nem volt könnyű ezt feldolgozni, de pár évvel később az apuka valami csodálatos dolgot talált ki Veráért, és önmagáért is. 14 áprilisában került be a Hennyi Pál Kórházba a Vera, 4-5 hétig bent volt, és ott a feleségemmel akkor 12 órában váltottuk egymást, hol én voltam vele, hol ő volt ott, és mondom, valami kell nevezetni a feszültséget is, kiadni. Ja, persze, unatkozni. És mi a legegyszerűbb, önbe felveszi a cipőt és elmegy futni. Most már 5,5 éve futunk együtt így a Verával. Félmaratonokat futunk, azokkal is kezdtük, hogy azokat futottuk, és félmaraton távokat. A Velencei-tónál vagyunk, nagyon sokszor van egy olyan program, hogy lejövünk a Verával reggel, futunk egy tókört, közben kicsit eldumálunk, milyen volt az iskolában a héten, kicsit jobban megnyílik, akkor én ott futok, ő elhallgatja a zenét, utána beülünk egy fürdőbe, kicsikét fülödni, ahol ő dolgozik a vízbe, ő mozgatja át az izmait, én meg kicsit ellazulok, ellustálkodok. Nagyon szeretek apukámmal futni, mert ilyen adóász, úgymond. Meg van kis zene, amit hallgatunk, meg van a technikák, hogy mit viszünk magunkkal, mikor mit adagolunk, hogy akkor van egy kis könyv, egy kis chips, egy kis beszélgetés, egy kis frissítőpont. Jó együtt, hogy jó közös időtöltés. A hétköznapokban tényleg, amikor megyünk terápiára, ez kicsit így kilazít minket, hogy nem az a... Hogy kizökkennünk a szürke hétköznapokból. Biciklizünk, meg úszunk is, hát nehéz elmagyarázni, segíts. Hát igen, 2 éve. Most már részt vettünk egy triatlon versenyen, sprintál, tehát rövid táv, 750 méter úszás, 20 km kerékpár és 5 km futás, és van egy tandembiciklink, egy speciális tandembicikl, beleül elő, őt tud tekerni is, meg kormányozni is, ez jó egyensúlyrendszerének is. Azokat már csináltunk, hiszen 4 sprintávot, meg tavaly egy rövid távot is. Ez mindig kérdés bennem is, hogy tényleg, hogy most magamért csinálom, vagy őért csinálom, de ez mindig kettős is, ugye mind a kettő igaz. És szoktam kérdezni tőle biztos, hogy jönni akar, mert ha nem akar jönni, akkor nem egy az, hogy most ő végigvicsörök 2 órán keresztül a kocsiba, na bú, mert neki tényleg mennyire izgalmas. Évek múlva, majd ha megunom. De azt mondja, hogy mert sőt, amikor van egy verseny, hogy elmegyek, és ha nem jön, akkor vagy hogy én nem jövök. Tehát ez ilyen apás idő szokott lenni. Engem energiával tölt fel, hogy neki tudok egy résztvevőt adni, amit neki is örömet okoz, meg azt, hogy látom, hogy tényleg ő is ilyenkor hogy kivirul, csicsergős, sebbé válik, nem az a tényleg otthon, iskola után, hogy eltanuljunk, és nincs kedvem, és megy a konfrontáció, hanem tényleg ez a kötetlen, szabad együttlét. Tori órán tanultam az Aténról, meg a aténi maratonról, meg mondtam apukámnak, hogy ide menjünk el, menjünk, aztán végül meg belement. Igen, igazából én vele maraton nem terveztem, mert a maraton az, hogy ez egy más kategória, tehát azért tényleg jó fel kell készülni. Sokat beszélgettünk, és akkor végül vezett a tavalyi év projektje. Hát mégis 2 évig készültünk, mondhatjuk így körülbelül. Mint hogy tavaly megcsináltuk. Kemény volt, de nagyon nagy élmény volt befutni a magyar zászlóval. Igen, a biztos. Másnap a reggelizés közben a hotelben oda jöttek hozzánk a menedzser, vagy nem tudom, és megveregették a vállamat. Gratuláltuk nekem, én meg elsírtam magam, te jó ég. Ilyen jó élmény vagy számodra? Olyan jó élmény, mintha Rúzsa Magdi koncerten sírtam volna. Vissza is kell futnod. Most figyelj, visszafelé, te torsz engem.